Gávoldy volt az az ember, aki megpróbálkozott a legnehezebb feladattal, a legkilátástalanabb szituban, amikor az emberek otthon ültek, fogalmuk se volt, hogy mi lesz velük, mennyire veszélyes a járvány, anyagilag túlélik ezt az egészet. Nos, Gávoldy tette azt, amit ilyenkor tennie kell, vagy hogy mondjam, a legnemesebb feladata egy színésznek, megnevettette az embereket, a legkilátástalanabb helyzetben sikerült neki. Gávoldy operatív törzs paródiája milliós megosztásokkal fut a közösségi oldalakon, ami egyértelműen mutatja, hogy a szomorúságban van igazán helye a humornak. Amúgy a művészek általában küzdenek a skatuják ellen, egyrészt értem ennek az okát, másrészt teljesen felesleges. Dézsi Zoli jó 3/4 órás interjút készített a színésszel, szívem szerint az egészet megmutatnám önöknek, de annyi műsoridőnk sajnos nincsen. Azért ebből a rövidített riportból is kiderül, hogy Gávoldyt egyáltalán nem zavarja, hogy nevettetőként könyvelték el, nem pedig drámai színészként. Robert és Júlia maszkban. Hát nem tudom elképzelni. Nagyjából ez volt az egyetlen dolog, amit abban a 3/4 órában, amíg beszélgettünk, Gávoldy János nem tudott elképzelni. Egyébként arra mondta ezt, hogy milyen lehet a karantén színház. Én navogok, mint az életben kevesek. Én nyühögök. Távol mezőkön bőző levezek. És akkor ugorjunk egy öleset vissza az időben. Gávoldy János az 1968-as Ki mit tudom tűnt fel hangutánzó parodistaként. A zsűri elnöke az a Major Tamás volt, aki torka szakadtából nevetett Gávoldy produkcióján. Azt kérdezte, mondják Gávoldy, miért nem ment meg a főiskolán? És mondtam, hogy talán most egy hete rúgtak ki, kinél volt. Mondom, Simon Zsuzsánál, azt mondta a Major, hogy mindent értek. Én nem értettem semmit, és akkor rá egy évre jelentkeztem, és akkor vettek fel harmadszor a főiskolára. A Ki mit tud után Gávoldy az ország kedvence lett. Szinte nem is volt olyan kultúrház, ahol ne lépett volna fel. 40 színészt tudott utánozni. És megvannak még ezek a hangok? Tehát ha már mondtad Kibédi Ervin, most azt mondom, hogy mondj egy Kibédi. Persze, de ezt nem lehet, ez kérlek szépen olyan, mint a bicikli. Hát ezt nem lehet elfelejteni. És én ezt úgy fejtettem meg magamnak, egy titkot elárulom. Bárkit érdekelne, hogy nekem azért baromi egyszerű, mert azt mondtad, hogy Kibédi Ervin, akkor megjelent előttem a Kibédi Ervin arca, kinyitotta a száját, és csak rá kellett tennem a hangját. De ugyanez van Latinovics Zoltánnal, tehát láttam, és akkor már ott van. Ezt továbbadni nem tudom, de azt hiszem a kutya nem is talált rá igény. Egy matematika tanár. A négyzet plusz B négyzet. A szerelem jutányos áron volt Pécsi Sándor utolsó filmje. Sok jelenet készült utószinkronnal, vagyis a képet a stúdióban mondták alá. Amikor Pécsi meghalt, a nála 26 évvel fiatalabb Gávoldy adta hangját a szinkronizálatlan jelenetekhez. Méghozzá olyan jól, hogy én órákig kerestem azokat a szituációkat, amelyben ő beszél és nem Pécsi Sándor. Íme egy. Menjen fel a szószékre! Hallgassuk meg őt! Neves Antorius, menj fel! Ahogy korábban már mondtam, Gávoldy a Ki mit tud siker után kezdte a színművészeti főiskolát. Azt olvastam egy korábbi interjújában, hogy nem szeretett oda járni, nem kedvelték a többiek, pedig gondoljuk mi nézők, vidám szórakoztató ember. Én nem vagyok vidám szórakoztató ember, ha megnyomnak, akkor az vagyok, különben nem vagyok egy vidám szórakoztató ember. Ha reggel jöttél volna és te hozol kamerát, egyre nem vagyok vidám szórakoztató. Kérlek szépen, hát gondolj abba bele, hogy én 68-ban, 1900, tehát nem 1800, én valamin, végigmentem az utcán, úgy megismertek, mint a Győzikét, vagy nem tudok már ilyen nagy nevet mondani. Ugye, Ki mit tud miatt? Ki mit tud miatt. Bekerültem a főiskolán, nem lehetett szerepelni, és én a főiskolán is már leprás szórakoztató voltam, hiszen az osztálytársamat nem nagyon, mondhatni senki nem ismerte, és lementünk az Erzsikébe, én voltam a művészről, ők voltak a főiskolások. Tehát ettől már volt egy ilyen hangulata a dolognak. A Furcsa pár című darabot lassan 10 éve játssza együtt Gávoldy János és Szervét Tibor. Érdekes, hogy korábban sosem dolgoztak együtt. Nagyon-nagyon megszerettük egymást. Nagyon szívesen is beszélek róla. Szervét azt mondja, hogy eleinte kicsit tartott a közös munkától, mert úgy tudta, hogy Gávoldyivel nehéz dolgozni. Nagyon igényes, nagyon meg tud haragudni, és engem is óvaintettek. Amikor elkezdtünk próbálni, hogy jó, a János ilyen veszélyes, meg olyan veszélyes, hú, majd meglátod, így, meg úgy, meg amúgy,
Ehhez képest szerintem 5 perc alatt kiderült, hogy van nekünk egy húr, amin tudunk pendülni. Szokás rácsütni a bélyeget, hogy te szórakoztató színész vagy, ami szerintem... Borzasztó, ez valami olyan megalázja, hogy embereket szórakoztatni, egy de undorító dolog. És pont az volt mindig az érzés, ami ezt téged nem igazán zavar. Nem engem zavar, kérlek szépen, azok a zavari, akik nem szórakoztató. Tudnék, az a művész kollégám, aki a közönséget nem szórakoztatja, de lehet a harmadik Richardra is szórakoztatni valakit, hanem csak úgy taknya nyála folyik magában, és nagyon megnézik négyen, és abban már az egész család benne van, annak gondolom, hogy én egész elképesztő pali lehetek. Szervét szerint viszont Gál Völgyének nem is kellettek a drámai szerepek ahhoz, hogy a legnagyobbak közé kerülhessen. Nem csak a hang jelenik meg akkor, amikor ő valakit utánoz, hanem az életnek a teljes lénye. És ez nagy varázslat. Tehát én mindig ájultan ülök, amikor ő valakit, élőt vagy holtat, elképesztő árnyaltan és kontúrosan megjelenít. De nagyon szeretek ugyanígy játszani is vele. Újra Gál Völgyiéknél vagyunk, ahol a legutóbbi paródiájáról kérdezem. Ez egyébként, nyilván nem fognak meglepődni, az operatív törzsről szól. A magyar kormány előrelátásának és éberségének köszönhetőleg 30 millió maszkot, orvosit és bálit, valamint karneválit, 25 millió légelterelő legyezőt és 100 millió könnyező pálmát abszolváltunk. Én nem a nagy tekintélyű főnök törzsasszonyt, a Cilikét parodizáltam, tehát nem konkrétan, hanem egy jelenséget parodizáltam. Budapest és Perem kerületeiben, tehát Miskolc, Sopron, Hajdú, Sámson és Delira térségében csoportképzőhelyeket kellett viszonylagosan szankcionálnunk. Ott nem volt benne nagy paródia lehetőség, mert néha önmaga olyan volt, mint egy paródia. Ugyancsak nem sokkal utána az operatív törzsünk gyorsulási verset leplezett le, ahol 2 fiatalkorú nyugdíjas lehagyta a 3-as metrót. Egyébként hogy érzed, hogy jól sikerült ennek a járványnak az itthoni kezelése? Az enyém az igen, az enyém az abszolút jó sikerült, úgyhogy nézd, hallgat van az operatív, kitűnően sikerült. És ezen a ponton előbújt belőle az a vicces okfejtő, akit oly sokszor láttunk annak idején a Heti Hetesben. Volt egy tetőpontja, az is napra megvolt, hogy május 3-án irgalmatlan tetőzés volt, 4-én már nem, és holnap után meg már nincs. Ezt én nem tudom fölfogni az agyammal. És azon is csodálkozik kissé, hogy mennyi embert el tud érni ezekkel a szösszenetekkel. De említetted ezt az operatív törzs paródiámat. Megnéztem, azt mondom, egyik nézettsége 470 000, nem tudom, nézd, 470 000. Tudod, hogy nekem a Hamlettet, vagy szegény Gábor Miklósnak 70 évig kéne játszani a Hamlettet telt házra, hogy megnézzék annyi, mint azt, hogy jó napot kívánok! Több mint 10 évig volt a magyar televíziózás egyik legnézettebb műsora, a Gál Völgyi Show. Emiatt hívták őt sokan a magyar Benny Hillnek. Az angol showman egyébként tudott Gál Völgyi munkájáról. Ezeket a dedikált képeket küldte neki. Úgy volt, hogy találkoznak is, de Benny Hill váratlan halála miatt ez nem sikerült. Őt kérte még Pécel Mocsoládról Pista és küldi nagymamájának közelgő halála alkalmából. A nézők imádták a Gál Völgyi Show-t, ám a kritikusok sűrűn fanyalogtak. Körmendi János a maga módján vigasztalta művésztársát. Apuskám, adott ő már neked egy szelet kenyeret? Nem. Pénzt juttatott már hozzád. Nem, családodhoz, akkor nem le van szar... Pardon, bocsánat. Nem tudsz megfelelni, hát pláne nem tudsz megfelelni mindenkinek. A kritikának meg az a dolga, hogy írjon, mert ha én nem játszanék, akkor ő mit csinálna? A Stefánia palotába, ami a Honvéd... Stefánia úton van. Sok más mellett Gál Völgyi a Heti Hetesben, a Pasikban és a Rádiókabaréban is dolgozott Bajor Imrével, akit nagyon kedvelt. Ahogy mondja, ha fizikálisan nincsenek is már együtt, néha a mai napig szól hozzá Bajor. Most akkor elárulok ennyi szakmai titkot. Van, hogy az ember nem mindig úgy megy, hogy jaj, de jó. És azt mondta, és akkor esküszöm neked, nagyon sokszor volt, hogy a Barkács készlet, hogy azt mondja nekem a Bajor Imre, hogy Janika, menj, olyan jó lesz neked bemenni, haj, de bemennék én. És azt mondom, imikén megyek.
itt van velem. Nincs az, hogy elment. Futurum exactum. Márkus László imádta, ahogyan őt utánozza Gálvölgyi. Még házi bulit is rendezett a tiszteletére, ahol a fiatal színészpalántának elő kellett adnia a Márkust. Akkor még nem gondolhatták, hogy 17 évvel később éppen Gálvölgyi kezei között hal majd meg. Ez a kongresszusi palotában volt 1985. december 30-án. A Laci már nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Előző éjjel én vittem haza éjjel-reggel 3-kor a kamerapróbáról, és már akkor nem tudott kiszállni a kocsiból, ugye nagyon sovány volt minden. 30 együtt öltöztünk a Körmendi Márkus Gálvölgyi a öltözőben, a Körmendi kínálta, amikor megérkeztem, mondta, hogy Lacika megint hülyéskedem, és akkor a Laci ottan eldobta magát, és akkor ott volt egy orvos, akivel elkezdtük lélegeztetni. De hiába, Márkus László még aznap éjjel meghalt. Kér a nagypapától egy lapcipőt, lopj el nagymamától mindent, mit kinőtt. És így elelesre járja régi jazzre Charleston, mert ma ez a sik. Szinte hihetetlen, de Gálvölgyi alig néhány nagyjátékfilmbe játszott, főszerepet pedig csak egyszer alakított. Ő volt a Csini baba Simon bácsia. Volt olyan rendező, akinek azért nem kellett, mert túl ismert az arca. De volt olyan is, hogy ő utasított vissza szerepeket, ami nagyon ritka a magyar színészek között. Voltak olyan szerepek, amik megtaláltak volna, de azt mondtad, hogy kösz, nem akarok a Hippolytban játszani. Miért nem akartál a Hippolytban játszani? Én azt mondtam, boldog, hogy játszom a Hippolytban, amikor felhívtak. Mondom, hogyha ott lesz a Kabos Gyula, meg a Csortos Gyula, ha a két Gyula ott van, én boldogan. De mondták, hogy nem ők vannak a filmben. Mondom, akkor én meg köszönöm szépen, nem akarok benne lenni. Hát ez az én nagy képűségem mondhatni. De nem bántam meg egyiket sem, amire azt mondtam, hogy nem. Sőt, egy ideje már szinkron sem vállal, pedig korábban azt is nagyon szerette. A többi között ő volt Derek társának, Klein felügyelőnek a hangja, épp úgy, ahogyan Peter Sellersé is. Aztán jött egy olyan korszak, amikor azt mondták, hogy egy szobába a 8. keletben, a 64. emeleten a Tóth lakásba becsöngetsz, ott befordulsz a WC mellett, jobbra van egy kamra, ott megállsz reggel 8 órakor, és este 10-ig 2.670 tekercset megcsinálsz 4 forint 50 fillérét egy fejhallgatóval, akkor azt mondtam, hogy ezt én nem tudom megcsinálni, meg nem is akarom megcsinálni. Én azt hiszem, hogy nem is kell. A Gálvölgyi életpálya már most teljes. Apósa, az ország első számú bűvésze, Rodolfo, annak idején azt mondta viccesen, hogy jobban örülne, ha a veje lakatos mester lenne, és nem színész. De szerintem ma már azt sem bánná, hogy egy művészhez adta a lányát. Talán kicsit furcsa lesz, de Gálvölgyi Jánossal kapcsolatban az első emlékeim egy rajzfilm sorozathoz köthetőek. Általános iskolás voltam, és emlékszem, mennyire vártam azokat a napokat, amikor megnézhettem a Pampalini sorozat újabb epizódját. Ennek ugye Gálvölgyi János kölcsönözte a hangját, sőt, azt is elmondta most nekem, hogy bizonyos szállóigéket, mint például az Ó, Donna Klára, amelyet vízhangoztunk egymásnak az iskolában, ő tett ebbe a sorozatba. Ezt utólag is köszönöm neki. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Amely kivételesen most még nem ér véget, mert hogy feltettem Gálvölgyinek azt a buta kérdés, hogy mi is a színészet? Íme a válasza. A Págeretenek volt egy fotelje, látod, a régiek tisztelete a Vígszínházban, a büfében, ami egy kizárt dolog, hogy beleült volna egy kellékes, egy világosító, egy fiatal kolléga vagy bárki. Az a Páger fotelje volt, ő mindig korábban ugye ott volt, ült a fotelban, este előadás előtt ült, és ott folytak a könyv, és jött egy fiatal kolléga, hogy Téni bácsi, baj van, rosszul van, vagy te hozzak vizet, vagy olyat. Azt mondtam, délután láttam egy filmemet, teljesen a hatásom alá kerültem. Az ott csinálta magát. Na, ez a színész, látod. Boldog születésnapot kívánok, János. Ugye kedden lesz május 26-a, és mi azzal fogunk megünnepelni téged, hogy feltesszük Facebookra az egész veled készült interjút vágatlanul, úgyhogy keressék majd a Heti Napló Facebook oldalán.